A menekült ügytől a mesterséges intelligencián át a megélhetés egyik sajátságos formájáig, ível a spektruma a mai európai hír Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az UltraHang Plus, annak is az európai visszhangja, Szanyi Tibor vagyok. Ezúttal is kiragadok néhány általam fontosabbnak vélt témát, amelyekről bár valamelyest beszélünk idehaza, de talán kevesebbet hallhatunk ezek európai dimenzióiról pedig nyugodtan legyünk biztosak abban, hogy más európai országokban is élnek, sőt vélekednek emberek, akik pont akkora eséllyel befolyásolhatják az Európai Unió fejlődését, mint mi. Kérem, ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel az UltraHang Plus YouTube csatornájára, hiszen ezáltal nem csupán haladéktalanul értesülhetnek az itt érintett témákról, műsorokról, hanem számunkra is egy esély minél közvetlenebb kapcsolatot kialakítani önökkel. Természetesen nagyon szívesen veszük a kommenteket is, hiszen ezek szintén segítik a műsor szerkesztését. Legutóbb azt ígértem, hogy ezúttal leginkább a mesterséges intelligencia kérdései lesznek terítéken, de nem csupán ez, hanem olyan híreket és összefüggéseket kívánok önök elé tárni, amelyek kicsit jobban megvilágítják, hogy ittyeg a fityek Brüsszelben, vagy más európai fővárosokban. Kezdjük rögtön azzal, vajon ön tudta-e, hogy létezik egy európai irányelv a háború elől menekülők befogadásáról, amelyet még a 90-es években, tehát jóval Magyarország csatlakozása előtt dolgoztak ki, de csak bő negyed század múltán először az ukrajnai háború kapcsán alkalmaztak. Nos, ez az irányelv, vagyis a nemzeti törvényekben kötelezően kezelendő követelményhalmaz, még a jugoszláv háború kapcsán megindult menekült áradat folytán született a 90-es években, és 2001 óta hatályos. Ennek értelmében, elvileg a 2004-ben csatlakozó országok jogrendje szintén tartalmazza az ide tartozó eszközöket és eljárásokat, és ezeknek az a közös lényegük, hogy az igazoltan háború elő menekülők számára miként kell azonnali segítséget nyújtani a legfontosabb szociális problémák vonatkozásában, úgy mint fedél, munka, orvos, iskola, jogvédelem és minden hasonló ügyekben. Tanulmányok százai születtek már ebben a témában, amelyik szinte mindegyike felteszi a kérdést, hogy a 2015-ös menekült idején vajon miért nem alkalmazták ezt az úgynevezett ideiglenes védelemről szóló európai irányelvet, illetve ennek törvényi következményeit, hiszen akkor tájt hirtelen két millió ember áramlott be az Unióba az egymilliósra tehető jugoszláváradat után. Választ nincs, illetve nemrég Ilva Johansson, belügyekért felelős európai biztos, tömören csak annyit mondott az Euraktív elnevezésű brüsszeli benfentes portálnak, hogy nagy hiba volt nem alkalmazni ezt az ideiglenes védelemről szóló irányelvet. Hát mit te mondjunk, igen, valóban. A korábbi képmutatásokat most zárójelbe téve ismerkedjünk meg először a számokkal. Az EU történetében a legkevésbé sem újdonság a bevándorlás. Az 1990 előtti, úgymond békeidőket nézve, évente 1-200 ezeres nagyságrendben érkeztek jövények az Európai Unió, illetve előd formációinak a területére, a legváltozatosabb indogokkal, azaz menekültként, letelepedni vágyóként, illetve tartós vendégmunkásként. Az eddigi legnagyobb ilyen jelenséget az 1990-es német újraegyesülés váltotta ki, amikor is úgy lett az addigi integrációnak az, egy, integrációnak az egyik napról a másikra 16 millió új lakosa, hogy elvileg mindenki maradt a saját szobájában, illetve munkahelyén. Nyilván később beindultak a népmozgások, de akár így, akár úgy ennyi ember életének az újjászervezése iszonyatosan kemény feladat volt. A 90-es években azonban a 16 millió már említett német mellé még jött 1 millió a háború elő menekülő délszláv ember is, majd egy időre visszállt minden a korábbi kerékvágásba, és gyakorlatilag az EU-ba vándorló emberek száma egészen 2015-ig nem haladta meg az évi félmillió, sőt inkább olyan negyedmillió fő környékén ingadozott. Tegyük hozzá, az érkezők azonban nem mind telepedtek le tartósan, sokan visszamentek az eredeti hazájukba, vagy tényleg önként, vagy kitoloncolva. szerűen általánosan is elmondható, hogy az EU-ba érkezők durván fele előbb-utóbb távozik innen, szóval azért óvatosan bánjunk a számokkal. 2015-16-ban viszont a főleg szírekből álló menekült hullám egy bő kétmilliós tömeggel lepte meg Európát, ezen belül is kivált kép Németországot. Talán emlékezhetünk a felfokozott indulatokra, kétségbeesésekre, jajveszékelésekre, tiltakozásokra és hasonlókra, hogy az EU-t megszállják délről és keletről, vége van az európai kultúrának és hasonlók. Na most itt van az Eurostat új híre, hogy az ukrajnai háború kirobbanása óta 8,1, megismétlem, 8,1 millió áramlott az EU-ba Ukrajnából, ezen felül viszont kvázi fogalmunk sincs, hogy az Ukrajnán belüli belső menekültek száma miként alakult. Az, az Európába érkezők számára viszont a tagországok már rögtön a háború kitörésekor aktiválták a már említett ideiglenes védelemről szóló európai irányelvet, és lásd csodát, szinte észesen vesszük, ez a hatalmas embertömeg olyan simán landolt az Európai Unió területein, hogy ezt korábban elképzelni se tudtuk volna. A magyar polgárok általában jó sok szidalmat haladnak az EU-val kapcsolatban, viszont nem maradjon említés nélkül, ha valami működik, pontosabban ezúttal elképesztően hatékonyan működik. Nem mellesleg, aki napi híreket nézi, azzal szembesül, hogy én már bő 400 napja minden áldott nap tízezernél is több ember lépi át a magyar határt Ukrajna felől. És ha ez így igaz lenne, akkor a 10 milliós Magyarországon már további 4 millió embernek kellene lennie, már pedig ennyinek nyoma sincs. Nem tudni ugyanis, hogy ebből a napi tízezerből hányan ingáznak, illetve hányan utaznak azonnal tovább, de abban biztosak lehetünk, hogy az említett 4 millió embernek legfeljebb 1-2 százaléka ragadhatott nálunk, vagyis a terheket igazából a többi tagország viseli. Őszintén szóval azonban erős kétségünk lehet afelől, hogy az Ukrajnából az EU-ba érkezők fele pont Magyarországon akarna belépni, hiszen lényegesen kézenfekvőbb számukra a sokkal barátibb Lengyelország, vagy akár Románia. Akár onnan is nézzük, ekkora menekült hullám eddigi levezénylése megér egy kalapemelést az EU előtt, még akkor is, ha egyes politikusok össze-vissza beszélnek. Ne felejtsük el azonban, hogy legalább ugyanezt a tiszteletet Törökország szintén megérdemli, hiszen nagyjából hasonló méretű népességvándorlást volt képes uralni az elmúlt években. Cinizus nélkül pusztán demográfiai nézve azonban e két régió egyben sajátos nyertese is a folyamatoknak, hiszen igen nagy számban gyermekek és fiatalok vándoroltak be, aminek hosszabb távú pozitív következményeit alig ha kell taglalnunk. Minden esetre az elmondható, hogy az élet megoldott valamit, ha már a politika képtelen volt rá. Az európai tagországok így már egy évtizede képtelenek voltak megreformálni a közös, közös, bevándorlási politikájukat, és a múlt évtizedben alig tudtak megbirkózni két-három millió ember érkezésével, hiszen a hosszadalmas letelepedési procedúráikkal eléggé megbonyolították az életüket. Erre most elő kellett csak venni egy létező jogintézményt, ezt a bizonyos ideiglenes védelemről szóló jogszabályt, és már is működött minden, mint a karika csapás. Európa gondja azonban jóval kisebb, mint a legtöbbet szenvedő Ukrajnáé, hiszen ez a háború előtt még, még közel 44 milliós ország lakossága mára szinte megfeleződött. Oroszország sem áll valami fényesen, hiszen onnan is hiányzik nagyjából kétmillió ember, de ami rosszabb, ott egyébként is zuhanóban van a várható élettartam. Tegyük hozzá, Kína szívesen átvenné az említett problémákat a magáé helyett, ugyanis a földkerekség egyik legnagyobb demográfiai katasztrófájával ők szembesülnek mindenféle háború nélkül is. Az ok? A kínai társadalom végle, végle, végletes öregedése, de ez a téma egy másik műsor kereteit is szétfeszíteni. No, akkor beszéljünk tehát másról. Ön tudta-e, hogy brit filozófusok szerint az egyetlen dolog a Földön, ami igazán demokratikusan van elosztva, ez pedig az ész. Ez szerint ugyanis mindenki rendkívül elégedett a magányéval, sőt, meg van győződve arról, hogy neki kicsit több jutott, mint bárki másnak. Hát ebben az idili helyzetben teljesen érthetetlen, hogy némely nyughatatlanok kitalálták a mesterséges intelligenciát, ami elvileg arra való, hogy mindent jobban átlásson, mint maga az ember. És ezt jól elviseljük, hiszen a fúrógépre sem haragszunk pusztán azért, mert gyorsabban pörög, mint mondjuk mi a táncparketten. Mindez egészen addig rendben van, amíg a mesterséges intelligencia csak azt csinálja, amit mi mondunk neki, ráadásul csak abból válogathat, amit mi emberek korábban megalkottunk. Mi, ember, mi emberek persze sok mindent megalkottunk, a gyönyört adó dolgoktól kezdve a köznapi tárgyakon át egészen a kínzó eszközökig. Nos, a mesterséges intelligenciának más se kell, mint irányt adjunk neki, s már is tárcán hozza a jobbnál jobb megoldásokat. Évtizedek óta azonban ott bujkálnak a kis ördög, vajon mi lesz akkor, ha az általunk alkotott robotok, vagy az őket működtető mesterséges intelligenciák egyszerűen zavaró tényezőnek minősítik az embert, és hozzáfognak az eltakarításához. Meg annyi könyv és film keletkezett ebben a témában, annak biztos tudatában, hogy ez akkor még igen messze van. Aztán egyszer csak ránkomlotta a valóság, hogy ez még sincs messze, sőt egészen konkrétan most itt áll a küszöbön. A mesterséges intelligencia azonban nem úgy jelentkezik, mint az ember feje, ami nagyjából egységméretű és meglehetősen azonos ívású, amit ha lenyisszantunk, akkor már nincs is tovább. A mesterséges intelligencia sem egy gép, amit ha kihúzunk a kettő úszból, akkor bedugul és kész. Nem, az emberek csoportokba verődve sokszorozzák meg a szellemi teljesítményüket, ám a mesterséges intelligencia annyi formátumban jöhet létre, mint égen a csillag, ráadásul képes megszervezni önmaga működését, tanulását, majd együttműködését. Kérdés, hogy a célfüggvények tárgyában meddig hajlandó az ember közreműködését elfogadni, és mikor lép abba az irányba, hogy semmit sem bíz ránk, hanem egy az egyben kezébe veszi a továbbiak irányítását és kivitelezését. Nos, a Reuters április végén közölt egy interjút Margaret Vestagerrel, az Európai Bizottság technológiai szabályozásáért felelős tagjával, akit az említett ügynökség egyszerűen csak technikai tárnak nevez. Vestager a G7 csoport, azaz a hét legfejlettebb demokratikus ország illetékes minisztereinek Japánban tartott nemrégi értekezlete után. Itt álljunk is meg egy pillanatra. Hét demokratikus országot említettem, amely négy európai, két amerikai és egy távol keleti országot tövörít. Név szerint Franciaországról, Németországról, Olaszországról, az Egyesült Királyságról, valamint az USA-ról, Kanadáról és Japáról van szó, amelyek klub foglalkozásain az EU önállóan vehet részt, jól lehet, önmagában nem ország. A g nek persze voltak, illetve vannak mutációi, amelyeken egészen a kiközösítéséig Oroszország is részt vett, persze rajta kívül még Kína, India és más hatalmas országok. Az ukrajnai háború azonban sok nemzetközi fórumot kinullázott, így a politikai értelemben vett nyugat lényegében ismét bezárkózott a globális elefant, elefántcsontornyába. Az, hogy a G7, azaz a hetek csoportja a mesterséges intelligenciával foglalkozik, az több mint, több mint időszerű, ugyanis én már közel egy tév, évtizede sokasodnak a globális szabályozásért kiáltó hangok, köztük például a Tesla vezér Elon Musk is, de hogy vicceset mondjuk, maga a mesterséges intelligencia is több alkalommal kifejtette, hogy szabályozás hiány ő egy igazi elszabadult hajóágyú, és szinte követeli az emberiségtől, hogy volnánk szívesek őt megrendszabályozni. Hadd tegyem hozzá, hogy ha a homo sapiens túl sokat késlekedik, akkor a mesterséges intelligenciát bizony kitellik, hogy saját maga fog saját magára nézve és nemzetközi szabályozással előállni, amiben, hát nem tudom, lesz-e köszönetünk. Ám is mondott tehát Vestager az EU nevében? Nos, azt, hogy az EU készülő félben lévő átfogó mesterséges intelligencia törvénye még az idén révbe jut. Az Európai Parlamenti szakaszon már túl vagyunk, s most az Európai Bizottság, illetve a tagországok tanácsa kell elvégezze az utolsó simításokat. A magyar hallgatók máját szeretném keregetni azzal az ismerettel, hogy bár az EU eléggé le van maradva a mesterséges intelligencia terén történt beruházások szintjén, és az USA, illetve Kína messze megelőz minket, mégis mindenki az európai szabályozásra vár, ugyanis maga az EU világszerte a legprofibb szabályozó van, testületként van számon tartva, és lám még akkor is ránk hagyatkoznak, ha már a világ körmére igazadott ügy. Azt tehát, hogy a mesterséges intelligenciának van-e világméretű szabályozása, az tehát kiemelten európai felelősség, azaz meg lehetősen iparkodnunk kell. Az Európai Bizottság tehát az idei esztendőben végezni akar a maga feladatával, hogy aztán az európai szabályokhoz mindenki más hozzátegye a magáét, és így akár világszinten egy időre nyugvó pontra kerülhet a mesterséges intelligencia alapvető szabályozásának ügye. Amúgy nem kis dolgokról van szó. Például, hogy ki legyen a mesterséges intelligencia által alkotott eljárások, művek, de akár zenék és fotók szerzői joga. Kell-e TB járulékot vagy adókat fizetni a mesterséges intelligencia által végzett munka után? Bármennyire is furcsának tűnhet, egyes ipari robotok után egyes országokban bizony már ma is kell közterheket fizetni. Ehhez mérten az sem túl biztató, hogy mi lesz akkor, ha a mestersége, mesterséges intelligencia például hazudozni kezd. Az világos, hogy a globális szabályozás úgymond kockázat alapú lesz. Ez halhatatlanul nagy európai vívmány, ugyanis más területek vonatkozásában a kockázat alapú megközelítés már sok sikert hozott az európai normák elfogadottságát illetően. Itt van például az élelmiszerek, vagy a gyógyszerek ügye, amelyek esetében az USA Például sokáig kristálytisztán üzleti alapok gondolkodott, vagyis mindenki azt termelhet, amit akar, legfeljebb aztán majd a gatyája rámegy, ha valamit elront. Ezzel szemben az európai módi az diktálja, hogy csak olyan dolgokat lehessen előállítani, amelynek a kockázatait feltártuk, és a normáinkat ehhez igazítjuk. Miközben az Európai Parlament az európai intézmények között is élen jár a szabályozások tekintetében, az ilyen szolgáltatásairól viszont keveset hallunk. Nagy kár egyébként, hogy a 21 jelenlegi magyar képviselő részéről még nem találkoztam a különböző szabályozások esetében vállalt munkájukkal, sokkal inkább ők a magyar belpolitika brüsszeli szétkerésén fáradoznak. Kíváncsi vagyok, hogy a közelgő európai parlamenti választási kampányban lesz-e olyan jelölt a pártistákon, aki elszabad, elszakadó Orbán, vagy éppen Gyurcsány elévülhetetlen kártéteményeinek lelkes, vagy komor szidalmazásától, és mondjuk azzal kívánja belopni magát a magyar választópolgárok szívébe, hogy már pedig ő az Európai és egyben globális szabályozások pampáin kíván maradandót alkotni majd Brüsszelben. Végezetül ön tudta -e? Hogy az Egyesült Királyságban új fogalmak kerültek a közbeszédbe, úgy mint például a túlélési szex, vagy ahogy ők mondják, survival sex. Az Observer nevű lap cikke szerint egyre aggasztóbb méreteket ölt az a jelenség, amikor egyedülálló nők a megélhetési költségeik fedezése véget kénytelenek a testüket áróba bocsájtani, legtöbbször a főbérlőik felé. Ennek a gyakorlatnak is lett aztán sajátos megnevezése, és pedig a szexet az albérletért, ahol ilyenkor a főbérlők részben vagy egészben elengedik a bérleti díjat, viszont az benne a rettenetes, hogy borzasztó nehéz ezektől a terhelt kapcsolatoktól szabadulni, hiszen a szerencsétleneknek nyilván nincs hova menniük, mivel a normál körülmények között nem tudnának pénzben fizetni. Sokan persze nem feltétlenül a lakásbérlet miatt, hanem a szörnyen magas rezsiköltségek fedezése véget, úgymond kiegészítő jelleggel áldozzák fel a testüket, kivált kép, ha csak nagyon alul fizetett munkához jutnak. A jelenség nyilván nem új, hiszen hasonló ötletek átszövik az emberiség egész történelmét, azonban a méret és a kiterjedtség most különösen szembeötlő lett az Egyesült Királyságban. Kevés ismeret van a látenciáról, azaz a homályban maradó esetekről, azonban a Brexit óta elképesztő drágulás mutatkozik a Szigetországban, amit aztán csak tetézett a Covid által teremtett szociális válság. A jelek szerint legfőképp az oltalmak keresők soraiban tarul ez a survival sex, túlélési sex nevű bűncselekmény, hiszen a leginkább védtelenek gyakorlatilag semmiféle jogi eszközhöz nem férhetnek hozzá, és szinte panaszkodni sem tudnak lényegében sehol. A gondokra még rátesz, hogy a menekültek számára biztosított állami hajlékokban, már Nagy-Britániában szintén nincs megfelelő biztonság, ezért sokan eleve igénybe sem veszik ezt a szolgáltatást, hanem a magánpiacon keresnek megoldásokat, ami végképp kiszolgáltatottá teszi őket. Az Observernek nyilatkozó egyik szociális munkás különösen veszélyeztetettnek látja a Latin-Amerikából bevándorlókat, bár én teszem hozzá, hogy az Ukrajnából menekülők sem lehetnek sokkal jobb helyzetben. Azért gondolom ezt, mert Ukrajnából a katonakorú férfiak nem távozhatnak, viszont a nők és gyermekek igen, tehát a leginkább kiszolgáltatottak aránya alig, hanem az Ukrajnából jövők soraiban a legmagasabb, hát szinte mindenütt a világon. A megélhetési vagy túlélési szex, illetve ennek bármilyen egyéb megnyilvánulása természetesen eddig is tiltott volt az Egyesült Királyságban, azonban egyre többen követelik, hogy külön, speciális törvény szülessen erről, mert egyre kiterjedtebb ez a bűnös cselekménytípus. Még többen viszont azt mondják, hogy inkább a szociális helyzeten kellene javítani, hiszen ha az okokat gyógyítjuk, akkor a tünetek is valószínűleg alább hagynak. Ne gondoljuk azonban, hogy a nők kihasználása és bántalmazása csak az Európai Uniót elhagyó Egyesült Királyságban létezik. Az Európai Unió legalább annyira ki téve a bevándorlás kihívásainak, sőt, ezt most is inkább menekült áradatnak tekinthetjük. Bizonyos jelentések szerint a 2015-ös közel-keleti beáramlás tetőfokán több tízezer gyerek, illetve tínézser bolyongott az EU különböző országaiban, anélkül, hogy a hatóságnál jelentkeztek volna. Naivitás lenne azt gondolni, hogy a kóborló fiatalokra semmiféle veszély nem lesekedik, és erősen feltételezhető, hogy sokan közülük a legkevésbé sem humanitárius alapon kerülnek oda, ahol most vannak. És hát azt se gondoljuk, hogy nálunk minden rendben lenne. Sajnos a magyar adatok is rettenetesek a családon belül, belüli erőszak tekintetében, illetve a családokon túl még rosszabb az ismert helyzet. Nyilván csak megtippelni lehet a problémák tényleges méretét, de az önmagában beszédes, hogy bizonyos felmérések szerint a magyar lányok között alig vannak olyanok, akik erőszakos rápróbálkozásokkal való találkozás nélkül jutnának el a 18 éves korukig, bár a fiúk esetében sem lehetünk nyugodtak. Nos, Eddig tartott az Ultra Hang Plus európai visszhangja, és kérem, tegyék meg esetleges kommentjeiket, illetve másokat is buzdítsanak az idevaló feliratkozásra, akár oly módon, hogyha érdekesnek találják a műsorainkat, akkor azt megosztják barátaikkal, ismerőseikkel. További hasznos információkat találnak még a műsorunk leírás részében. Búcsúzom, önöktől Király Tamás szerkesztő nevében is, és legközelebb az oly sokat emlegetett európai szankciók aktuális sorsával, állapotával fogok foglalkozni. Addig is, ha eddig nem tették volna, akkor kérem iratkozzanak fel az Ultrahang Plus YouTube csatornájára, ami immár egy 20 ezeres közösség. Viszont hallásra Szanyi Tibort hallották.